ha a legmélyebb létminőségemet kellene megfogalmazni, akkor, akkor én leginkább mondjuk ahhoz a vonulathoz sorolnám magam, amit, amit mondjuk Tinódi Lantos Sebestyén, meg Balassi Bálint, meg Cseh Tamás, ha már említettem. Tehát egyfajta ilyen vándorénekes idézőjelvel téve, most már kb. 15 vagy lassan 20 éve át, 15-20 éve rengeteg helyre hívnak az országban, különböző kis közösségekbe, évente átlagosan mondjuk az elmúlt 15-20 évben körülbelül 100 meghívásom volt, nem is nagyon tudok mindegyiknek eleget tenni, de, de azért úgy az elmúlt 15 évben átlagosan minden héten legalább egy, egy helyen valahol, egy kis közösségben, hát ugye Először a, lányomra visszatér, hogy apa a két éves korában elkezdett egy mondatot, azóta se tudja befejezni. Tehát, tehát egy, a befe, ennek a befejezetlen mondatnak egy kis darabját ott elmondom, és utána beszélgetünk. Ez a, ez a ha tetszik, ez a, ez a szakmám mindig is ez volt, és örülök, hogy életem alkonyán, tehát mondjuk 50-60 évesen talán sikerült rá találnom arra, ami, 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 miatt, ha már ugye az első kérdés így hangzott, hogy mi végre élünk a világon úgy általában, de mi végre érsz te, Bogár Laci, ebben a világban, én azt hiszem, hogy e végre. Tehát azért, hogy, hogy az anyai nagyapám volt híres mesélő, sokak szerint, tehát kicsi gyerek voltam, nem nagyon emlékszem rá, amikor meghalt, sokak szerint alapvetően az a karakter vagyok, ami ő volt, tehát úgy látszik mesélőnek születtem, már az óvodai létem, karrierem is úgy kezdődött, hogy a harmadik napon jeleztem az óvónének, hogy ezt a mesét én másképp tudom elmesélhetem-e. Vesztére megengedte, hogy elmeséljem, és onnantól kezdve egy darabig még az óvónéni is mesélt, meg Bogárlaci, és aztán az óvónénik is szépen leültek, és onnantól kezdve csak Bogárlaci mesélt. Ennyi. Ezt nevezzük foglalkozási ártalomnak. 57. szeptemberében kezdem el az általános iskolát, és azzal kezdődik ott ősszel, hogy a, az utcát, ahol az iskola van, az iskola is ezt a nevet viselte, Kun József, ő egy ilyen jogász professzor volt valamikor a 19.-20. század fordulóján, nagyon tekintélyes személyiség ott Miskolcon és elméleti munkái alapján is, meg úgy a gyakorlatban is, tehát a Vármegye fontos szereplője volt akkoriban, egy tekintélyes személy, Kun József, és mindenki úgy is ismerte azt az utcát, átkeresztelik az utcát 57 őszén, és Szabó Lajosról, én már végig, tehát a bizonyítvány úgy szerepel, ugye a Szabó Lajos úti általános iskola, Szabó Lajos, annak az AVH-s fegyveres véderőnek a parancsnoka volt rangban, és aztán utána, mivel hősi halált halt, ezért ezredessé léptették elő, amelyik a rádiót védte. És mivel Miskolci származású volt, ezért ezt az utcát ugye róla nevezik el. És ugyan Hát persze, egy hat éves gyerek ugyan mit értene ebből az egészből, de ezt, ezt nem tudom, soha nem is fogom tudni szavakba önteni, de mégis sistereg a levegő. Szóval nem, nem lehet nem érezni azt a, azt a hihetetlen, igen, szóval a hazugságot, tehát az, hogy, az, hogy semmi nem igaz. De, de se oda, se vissza nem tudom, az értelmemmel természetesen nem tudom megragadni, de az érzelmeimmel annál inkább mindenen ott sistereg, az a tanáraimon, a, a minden. Tehát a, azt, a, tényleg a, ugye I. és Gyula egy a zsarnokságról, hogy hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, és minden, 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 mindenből ez árad. Mindenből ez árad, tényleg mindenből. Maga 56, hogy azért arról is tegyek említést, egyrészt hát abszolút az érzelmi lenyomata maradt meg, Iszonyú öröm és eufória a környezetemben, a felnőtteken, de közben azért írtózatos szorongás is. Azt is érzem, amikor abban a 12 napban is, amikor minden olyan sikeresnek, meg olyan szépnek látszik, vagy reményt keltőnek látszik, de, de érzem a Szóval a veriték, a veriték, tehát a szorongás veritékét most, most csak azért magas, túlságosan magas labda, tehát ugye a hat-hét a hat éves gyerek érzelmein keresztül tudom csak, de azért ezek nagyon-nagyon mély nyomot hagytak. Azért azt is hagytam hozzá, hogy, hogy néhány szörnyű látvány is adódott érdekes módon, ami nekem gyerekként a legjobban ö, fájt, az az, hogy ö, volt egy csodálatos ö, ö, ilyen fából épült az erdélyi templomokra ö, emlékeztető kilátó az avas ö, tetején, ahová nagyon, nagyon sokszor mi jártunk, és nagyon-nagyon szerettük, gyönyörű látvány volt, olyan helyen laktunk, ahonnan azt jól ö, lehetett, lehetett látni, és ezt ö, november első hetében valamikor, tehát november 4 -e után néhány nappal, hát felgyújtották. Senki nem tudja pontosan, hogy, hogy, hogy mi történt, felgyújtották, és iszonyú fákjaként, de tényleg ilyen 50 méter magas fákjaként ég a város minden pontjáról, de mi közel laktunk, tehát lehetett látni, és gyerekként látni azt, hogy ott a, hát ugye hamar sötétedik már, tehát nem volt még különösebben késő este, tehát egy este 6-7 óra fele, hogy ott a szemem láttára ilyen 50 méteres lángokkal pillanatok alatt elpusztul, valami, ami a gyerekkoromnak egy nagyon-nagyon kedves és fontos színfoltja volt, és ami, ez még döbbenetesebb, ez égett a retinámra, hogy tehát pillanatok alatt leég, ez néhány perc, és mivel a belsejében egy ilyen csigalépcső volt, ami nyilván vasbetonból volt, az teljesen átizzott, és akkor mint egy, mint egy ilyen vörös felkiáltó jel, ott, ott áll a helyén, ez, a, ez, ez örökre megmarad. Tehát ez, ez, a pusztú az értelmetlen, az értelmetlen, nekivadult, tűzben elporladó emberi lét. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon átjárt, nagyon, 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 nagyon és a, a, legkülönösebb az egészben az, hogy, hogy senkivel értelemszerűen ezt senkivel nem tudtam megosztani. Tehát ez, ez örökre az árvány maradt, mert akkor nem tudtam megoldani, feloldani, később meg már nem volt nem, szóval az egész azt, azt úgy, tehát a gyerek élményeit úgy sem tudtam volna átvinni. És hát a, a másik azért ezt is hagyd mondjam el, hogy hogy ugye a, a tüntető tömeg követelte a letartóztatott egyetemisták szabadon engedését a a rendőrfőkapitányságnál, de ez nem történt meg, és aztán ezt is senki nem tudja pontosan leírni, tehát, tehát ö, szóval fegyveres összecsapásra ö, került sor, és a tömeg győzött, ha úgy teszik, elfoglalta a rendőrfőkapitányságot, és a, a főkapitánság néhány vezetőjét e, hát népítélettel meglincselték, egy, egy félholtan, vagy talán már teljesen holtan, egy teherautó után kötötték őket, végigvonszolták a félvároson, és pontosan ott, néhány száz méterre onnan, ahonnan laktunk, zenepalotának hívják, ez a zeneművészeti szakiskola, ott volt a, a, a szovjet emlékmű, és arra felakasztották őket. Na most ezt gyerekként ö, látni, ö, és itt be is fejezem, tehát nem, nyilván nem tisztem semmilyen értelemben, nem is tudnám ö, szavakba önteni, hogy most szóval, hogy, hogy most akkor ez mi, mi volt, de gyerekként ezeket az élményeket, tehát a csodálatos, eufórikus jót és reményt, reményeket, és az értelmetlen pusztulásnak ezt a két epizódját, amikor, amikor, amikor minden, minden lefoszlik és minden szétesik, ami még egyáltalán emberi lehetne. Jó, tehát, tehát ezzel indul a, a ez is magas, labda, szóval ezzel indul a, ha úgy teszik, a, a, hát nem a felnőtt létem, mert 5-6-7 éves gyerek vagyok, hanem egyáltalán a gondolkodó létem, tehát, tehát ahonnan azért a gyerek már megpróbál valamiféle képet alkotni arról a, hiszen itt élek, ez a világ számomra, és ez a világ ilyen. Tehát az indulás legalapvetőbb élménye ez, és aztán aztán ez ö, valójában azt kell mondanom, még ha így furcsán is hangzik, hogy ez csak romolni tud, ugyanis azt érzékelem, hogy minden hazugság, és valójában jó gyereknek kell lenni. Tehát uh, alkalmazkodni kell minden, amit megmond, azt tökéletesen véghez kell vinni. Aszpa, ugye, hát igen, szóval mitagadás, itt elkezdődik egy 12 év, a 8 év általános iskola, 4 év a gimnáziumban, és minden év végén megkapom a jutalomkönyvet, amiben a következő fordulat szerepel. Nagyon lényeges, kitűnő tanulmányi előmenetele és példás magatartása jutalmául. Ez vagyok én, és közben nagyon furcsa érzéseim vannak ezen furcsa érzéseknek az a lényege, hogy ha, ha, nektek ez kell, akkor ezt én természetesen produkálni fogom, produkáltam is, de, de közben, közben, közben átéreztem azt a nagyon furcsa, máig is ható érzést, hogy nincs szörnyű és szánalmasabb annál, mikor az emberi világ bele, Bibó István írja ezt a eltorzult magyar alkot, zsákutcás magyar történelem című dolgozatában, 47-48-ban, 1947-48-ban írja, és van egy nevezetes mondata, amelyik úgy hangzik, hogy ha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb-utóbb elkerülhetetlenül vezet az egész emberi közösség általános értelmi és erkölcsi lezűléséhez. Ennyi. Ezt ennél pontosabban, hát ezzel már persze, mert ugye már majdnem 30 éves, 20 valahány éves vagyok, mikor találkoztam ezzel a mondattal, de azonnal az volt az érzésem, hogy végig, tehát 6 éves koromtól mondjuk 26 éves koromig, talán akkor olvashattam ezt a mondatot, 20 éven keresztül erre a mondatra vártam, illetve valamilyen formában, csak nem ennyire pontosan, mint ahogy Bibó István leírja, bennem is folyamatosan ez a mondat fogalmazódik újra hogy kikerülhetetlenül vezet az adott emberi közösség általános értelmi és erkölcsi lezűléséhez, hogyha nem lehet néven nevezni a dolgokat. sem gyerekként, ugye akkor is, akkor is próbáltam valami képet alkotni erről, mert maga a szó, a diszidálás, nyugatra menni, tehát ez, ez, állandóan jelen volt. Tehát érzelmileg ez egy értelmezhetetlen dolog volt számomra. Tehát nekem éppen emiatt az állandóan átélt hazugság miatt sem, sem tehát tehát a, leg, a legmélyebb, tehát az a, az, az egészen ősített, a gyermeki lélekben megrévő legmélyebb vágy, ha egyetlen szóba kellene összpontosítani, vagy sűríteni, akkor az az otthon. Tehát, tehát én otthonra vágytam. És azt azért hozzá kell tennem, hogy, hogy szerencsére a, a, a család, Hát egyrészt a kis család is, ahol négyen, tehát anyám, apám és a 5 éve fiatalabb öcsém, aki, aki 56-ban. 56 született, de még márciusban, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy március 9-én született, amikor mínusz 27 fok volt Miskolcon, és 70 centi hó, anyám ilyen isiászt kapott, tehát mozdul a szülés után, tehát mozdulni se tudott, hát apám mondjuk 12-14 órát dolgozott, tehát ugye napközben mással volt elfoglalva, nem, a, nem azzal, hogy a család, családnak, hanem hogy megkeresse azt, amiből a család valahogy meg tud élni, és az én felnőtt létem valójában úgy kezdődik, hogy ott ugye öt, öt és fél évesen Fogom a szánkót és megyek a tüzébe, hogy minden nap elmenjek szénér meg fájér, begyújtok, és a többi, tehát nem önfényezés kívánna lenni, csak ugye ma, ma az unokáimat elnézve öt és fél évesen azért nagyon helyes, hogy nem az a dolguk ma öt és fél évesen, hogy szánkóval a tűzébe szénér meg fájér menjenek, mi több, mivel a egy nagyon fontos dolog volt, mert fél áron, egyébként három forint volt egy liter tej, de a terhes anya, illetve hát a szoptatós anyának, meg kisgyereknek viszont egy forint ér, persze nem is féle egy harmadáron, tehát egy forint volt egy liter te, de csak akkor, ha a tejjegyet a tanácsnál kiváltottuk, és ös és fél évesen elmegyek ügyintézni a tanácshoz, ugye ez a, csak a fiataloknak, ez a mai önkormányzat, Eh, ahol azt hiszik, hogy eltévettem, hát ez a kisgyerek itt, hogy hát hol, hol van az anyukája, és én pedig újra és újra hagytam. nem, nem tévettem, el, én ügyintézni jöttem, a tejjegyért jöttem, tessék, szíves nekem segíteni, megmondani, hogy hova kell menni pontosan a tejjegyért, mert viszem haza az anyukámnak, illetve hát majd én fogok menni persze tejjér is a boltba, eh, tehát eh, hogy, hogy ma, ma, ma a 12-13-15 éves unokáinkat is ah, hozzuk-visszük autóval, a iskolából, meg óvjuk fúvó széltől, ami egyfelől nagyon helyes, másfelől meg azért, azért sok minden elgondolkodható dolgot felszíne hozni, de szerencsére az otthon az csodálatos. Tehát ennek a négy embernek az elképesztő erejű szeretett közössége az azért megóv mindentől, és még egy valami, ez is nagyon lényeges, hogy anyám családja abszolút az a domináns, öt lány és egy fiú, de az öt lány, mert a fiú vasutas volt az ország különböző részein, de az öt lány az mind Miskolcon maradt, már csak az anyukám él, 92 éves lesz, most ő is két hét múlva, és az öt lány és a nagymama elképesztő erejű összetartása, tehát egy írásfülöttlen parasztasszony, és nála bölcsebb a világról, a létezésről, mint Derszúzala, ugye Derszúzalának se volt sok osztálya ott a tajgában, mint ahogy a nagymamámnak se, de mindent, a szószoros értve mindent, amit a világról, az emberi létezésről lehet tudni, és lehet tudni arról, hogy hogyan kell a jó gazda hogy hogy kell a legnagyobb ínségbe, a legnagyobb nyomorúságban is. A, amikor a front jön, ugye 5 20 éves, 10 és 20 éves lány, tehát 15 és 25 év között van, van az öt lány egyik szebb, mint a másik, és jön a front. Szóval, tehát, és, és az, mi, ezt az egészet mind úgy megoldani, hogy csont nélkül, ahogy mondani szokták, hogy semmi ne sérüljön, nem is sérült a családban. Szóval ez, ez azért így visszatekintve szinte felfoghatatlan teljesítmény és az otthon kettős szerkezetű, tehát ez a kis család, és az a nagy család, ahol leginkább karácsonykor, disznőléskor, meg húsvétkor összejön mondjuk 25 ember, ugye 17 unokatestvérem, volt összejön, sőt, hát inkább 30 ember mindent egybevéve, és ez elképesztő erőt adott. Tehát olyan, 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 fajta otthonos biztonság, és ezért, ezért nem, nem csak, hogy nem mentem el, hanem számomra, illetve ezen a kis és nagy családon belül senki számára nem is volt értelmezhető. Tehát valahogy úgy tudnám, abban a mondatban tudnám belesűríteni, hogy mi vagyunk itt, és ezt helyettünk senki nem fogja itt véghez vinni. Tehát mindazt felismerni, hogy itt mi volna a teendő, és megpróbálni mindazt véghez vinni, ezt más helyettünk senki nem fogja megtenni. Meg te, persze, el lehet menni, mindent, mindent meg lehet tenni, természetesen, fel lehet adni, akár belső emigrációba, akár külső emigrációba vonulni, de... Azért nem árt, hogyha ez a tudsz, ugye? Reméljük, Sándor költészete sajnos késő ért el, sokkal később, mint ahogy kellett volna értel hozzám, de azt hiszem, hogy ez fejezi ki a legmélyebben az Erityha tudsz. Szóval más, más nem fogja se felismerni, se véghez vinni mindazt, ami itt ránk vár ahhoz, hogy méltó emberi életet tudjon élni az az emberi közösség, ahová, ahová tartozunk. És ezért tényleg azt kell mondanom, hogy, noha a tudatommal felfogtam azt, hogy, hogy, hogy mindenféle értelemben sokkal több, jobb, gazdagabb életet is lehetne élni. Most jó, szóval jó értelemben mondom, mindez természetesen. Tehát én szóval félreértés ne elismerek és, tisztelet, és tisztelek mindenkit, aki, aki elment, és, és, hatalmas teljesítmények, művészi és, és, tudományos teljesítményeit utána, ráadásul ugye valahogy a haza a magyarság szolgálatába is próbálta állítani, de, de számomra ez mindig értelmezhetetlen volt, van, és azt hiszem lesz is most már így 67 évesen különösen. kezdődött, hogy, hogy olyan három és fél éves lehettem, és és úgy ö, valami kapcsán, valami, valami újság volt ott, ö, ne, nehéz pontosan, ugye a családi legendáriumban többféle, többféle változatban él ez a történet. Felsóhajtottam, és, és azt mondtam, hogy ez, egyébként ez a lányommal szintén megismétlődött, szinte szó szerint, hogy, hogy nem tudok olvasni, de kár, hogy nem tudok olvasni, mondtam három és fél keresztül, hát ezen könnyű segíteni, mondta az anyám, hát akkor megtanítalak olvasni. Hát ha egy három és fél évesen olvasni szeretnél, akkor, akkor olvassál, gyerekem. És akkor, hát ha ugye nem is pillanatok alatt, de, de hát úgy nagyjából öt éves koromra megtanultam olvasni, és, és akkor innentől hát elkezdődik a csodák birodalma. azt, azt az érzést, hogy hogy mondjuk 6-8, hát én 8 éves koromtól 18 éves koromig én állandóan egy regényben élek, és már azt is tudom, tehát egyrészt fájdalmas, hogy ú, rövidesen a végére érek, és ebből a regényből sajnos, bocsánatot kérek a szereplőktől, és tehát ebből a regényből ki kell lépnem, de már tudom, tehát már kiválasztottam, hogy mi lesz az új regény, amiben majd befogok lépni. Ezt a szellemi izgalmat sajnos semmi, tehát ezt, ezt be kell ismernem, ugye, hogy azóta eltelt ugye lassan 50 év, mert jövőre a 50 éves érettségi találkozónk lesz, a fiúk közül már csak ketten vagyunk életben, tehát drukkolunk, hogy legalább egyikünk életben maradjon. Ez is sok mindent elárul, sok mindenről, de talán sikerül Szeretettel gratulálok a maradéknak, ha nem én lennék a szerencsés nyertes, hanem, hanem ő. De hát ugye ez a teremtő dolga dönteni erről. De olyan uh, csodálatos szellemi izgalmakkal uh, teli időszakom uh, nem volt és nem lesz, mint ez a 8-18 évig, amikor állandóan regény regényben élek. Uh, és és valamilyen értelemben ez így furcsa, furcsa talán közben nem, tehát, tehát nem is közvetlenül, bár persze egyre egy csodálatosabb élményként átélem a versek gyönyörűségét is, de az az érzésem, hogy a regényben is a költészet, a költészet, tehát nem, nem tud. Tehát, tehát ami. Ami a legmélyebb élmény, csak ugye tehát fokozatosan jön létre az a fogalomkészlet, amivel ezt magam számára meg tudom fogalmazni, hogy költészet és zene, talán mondjuk még a festészetet is hozzátehetném, ezek számomra mind rezgések. Egyébként valóban az is, hát a zene esetében teljesen természetes. A a költészet, nagyon érdekes, ugye Kányádi Sándor meséli talán ezt a történetet, hogy ugye általános iskolában ö, rendhagyó irodalom órát tartott, és akkor a, az, a, az egyik gyereket talán a tanár, vagy ő kérdezte, hogy, hogy mi az a vers, hát, 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 a vers, mondta zavarában a gyerek, a vers, a vers az, amit mondanak. És akkor persze mindenki felnevetett, hogy ó, 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 micsoda butaság ez, mi az, hogy a vers, amit mondanak. És Kányádi pedig valami gyönyörűséges, szép, hát ugye rá jellemző, tényleg gyönyörű mondatokban megsimogatta szavakkal is, meg fizikailag is, és megnyugtatta a gyereket, hogy ennél csodálatosabb, egyszerűbb és pontosabb mondatot nem is lehetne mondani a versről. A vers, amit mondanak, tényleg. Tényleg attól lesz vers a vers, hogy mondjuk egy Platinovics mond adi verseket. Hogy a, és az is rezgés. Tehát rezgés a zene, rezgés a költészet, és hát rezgés a, a látvány is, hiszen a festészetben ugye a, ott a hang, a hanghullámok, itt meg hát értelemszerűen azok a, azok a fényhullámok rezegnek, ami, amelyek azokat a csodálatos színeket, előidézik. Tehát számomra a, költészet, a festészet és a zene, az a regényekben van benne. Tehát a, regény, a regényből kibomló csoda, tehát az emberi világ elképesztő kavargása, a számomra, noha gyerekként értelemszerűen ezt, de talán éppen ez benne a gyönyörű, hogy tudatosan, nem a tudatommal ragadom meg, hanem a sokkal mélyebb érzékeimmel, valahol a sejtelmek szintjén, hogy egyszerre költészet, zene és, és festészet a, a regény. És attól ilyen csodálatos ez, a, ez az időszak, hogy, hogy, ezt, ezt be kell látnom, de viszonylag gyorsan túltettem magam rajta. Néha ugyan <laughs> elfogott a vágy, hogy, hogy de jó lenne, ezekhez érteni tehát tehát valóban költő költőnek festőnek és, és mondjuk zeneszerzőnek vagy legalább olyannak lenni aki játszik sajnos nem sikerült nem sok zeneszerző nem lettem sok minden nem lettem igen hosszú a lista zeneszerző sem sőt száll, sajnos játszani sem tudok egyik hangszeren se de a, a hihetetlenül mély állandó vágy arra, máig is, hogy a költészet, ma már nyilván másképpen, a költészet, a zene és a festészet csodáit átéljem. Ez, ez minden egyéb, hát nevezzük akkor teljesítménynek mondjuk, amit szakmailag, itt csak egy apró leágazás, hogy azt persze mondanom sem kell, hogy miközben a festészetben, zenében, költészetben élek, a regényeken keresztül, közben biokémikus akarok lenni. Sőt, ha igazán őszinte mernék lenni, nem merek. Orvos, orvos szerettem volna valójában lenni, de, de már gyerekként is szembesültem azzal, hogy azt, a, azt az iszonyatos, ezt, ezt gyerekként még drámaibbnak déltem, vagy ma is, azóta is, drámainak látom, tehát azt a, miközben hihetetlen csodálatos és felemelő orvosnak lenni, gyógyítani, meg, megérteni, a megértés legmélyebb csodája a, az orvoslás, de azt a lelki terhet, amit az orvos számára értelemszerűen az jelent, hogy az esetek jelentős részében minden létező emberi törekvés ellenére sem lehet Hát igen, megmenteni a, az emberi életet, sokszor ö, ö, még javítani se nagyon lehet a helyzeten, és ezért azt azt viszonylag ö, korán ö, hát feladtam, tehát beláttam, hogy ö, talán nem arra kellene ö, törekednem, hanem akkor arra, hogy az, ami a háttérben van, tehát... Ö, a biokémia leginkább, tehát az élet, az élet fizikai, anyagi struktúráinak, azoknak a csodáknak a feltárása, megértése, ami, ami a, emögött a sejtelmes és megragadhatatlan csoda, tehát az élet mögött Húzódik meg, és mivel a középiskolában, ahol egyébként francia tagozós osztályban jártam, tehát ez abszolút egy humán osztály volt, tíz francia óránk volt, kötelező volt érettségizni franciából, és mint kiderült, valójában a Felsőfokú állami nyelvvizsga megszerzése könnyebb volt, mint az érettségi letétele, tehát aztán utána az egyetemen az már csak egy ilyen sétagalap volt, ahol egyébként és a lánya, a maja volt a tanárom, ő is még 20 évesen ott az egyetemen, és, és csodálatos volt persze ott is franciát tanulni, de, de az, a, a lényegét azt valójában elképesztő két francia tanárunk volt, az egyik francia tehát francia születésű és anyanyelvű is volt, ezért noha, csak egy zárulás megjegyzés, hogy ugye az angol egyet uram mindent elsöpört, de nem sajnálom, tehát angolul sosem fogok értelemszerűen úgy tudni, mert nyilván kénytelen az ember megtanulni, de az sose lesz már olyan, mint ahogyan a, a francia volt, de nem sajnálom, mert mert hihetetlen mélységei vannak azért a latin nyelveknek is, a franciának különösen kulturálisan is, azért nagyon sok izgalmas dologra nyitja rá a, az ember szemét, de még arra visszatérve, az osztályfőnökön biológia kémia szakos tanár volt, nagyon büszke volt rám, sorra nyertem a tanulmányi versenyeket, és ő abszolút biztos volt abban, hogy hát aztán majd később még büszkébb lesz majd rám, és jegyengette az utamat, hogy akkor én majd hol és hogyan leszek sikeres biokémikus. És hát 69-ben érettségiztem, de az 1968-as év azért az egy elég érdekes év volt az én életem történetében is, vagy akkor saját magammal kezdve Magyarország történetében is. Lásd, új gazdasági mechanizmus, tehát a háttérben óriási erejű, tektonikus erejű politikai, gazdasági elmozdulások történtek, és és hát a világ életében sem volt éppen érdektelen, ugye Európában egy Prága és egy Párizs nevű városban nagyon különös fejlemények játszódnak le, ami, aminek a lejátszás technikai felszínéről persze annak ellenére, hogy azért ez egy szocialista ország, de mégis rengeteget lehet tudni hallani, látni, hiszen azért már van tévé, ugye a tévé tömeges elterjedése pontosan akkor zajlik le, és ez, ez hihetetlenül felkavaró élmény. Nyilván tudatában vagyok annak, hogy nem értem, nem is érthetem, hogy, hogy mi történik, viszont oldhatatlan kíváncsiság vett előtt rajtam, hogy, hogy, mégis meg kellene értenem, hogy akkor, akkor mi is zajlik a világban, és egy hirtelen fordulattal noha előtte ez szinte teljesen ismeretlen, idegen világ volt. Előttem úgy döntök, hogy a, a ezt később tudom meg, hogy a Tolbuhin körútról nyíló Dimitrov-téri Marszkároly közgazdaságtudományi egyetemre kell beadni a jelentkezésemet, mert majd ott talán közelebb kerülök, mint ahhoz, amelyek segítségével majd választ találok azokra a kérdéseimre, amelyeket most már annak is örülhetek, ha egyáltalán a kérdést meg tudom fogalmazni, válasz meg nincs, és egy jó darabig nem is lesz. Az osztályfőnököm azóta is vigasztalhatatlan, azt hiszem még mindig ilyen, már 90 évnél idősebb, az nagyon jó lenne, ha megérné az 50 éves találkozónkat jövőre, és ő végtelen szomorúsággal korholva csak annyit mondott nekem, hogy lehettél volna világhíres biokémikus, és most fogad magad, és elmégy boltosnak, mondta. Tehát számára 68 végén, hogy valaki a közgazdasági foly egyetemre adja be a jelentkezését, az azt jelenti, hogy elment boltosnak, mikor komoly ember is lehetett volna belőle ezt a véleményét azóta sem uh, változtatta meg. Hát kicsit uh, jó, kicsit árnyaltabban fogalmazott már utóbbi időben, ha öt évenként találkoztunk, de, de alapvetően nem másította meg. Én uh, azért óvatosan úgy mindig uh, bevallom neki, vagy próbálom neki elmesélni, hogy én viszont úgy érzem, hogy talán mégsem volt rossz döntés mindez, és valóban így is uh, gondolom az a bizonyos Tobuhin körútról nyíló Dimitrov-téri közgazdaság Közgazdaságtudományi Egyetem, ugyanis egy hihetetlenül izgalmas világra nyitotta rá a szemem. Azt talán mondanom sem kell, hogy ha valahol örvény lett a hazugság, akkor az persze pontosan ez a három név is sok mindent leír, tehát a lokációja is sok mindent Leír ennek az egyetemnek, viszont azért ez már az az időszak, 69-től 73-ig tartó időszak, amikor, amikor már viszonylag szabadabban működnek azok a, azok a rejtett terek, dimenziók, ahol, hát ha az igazságot nem is, lehet persze ott sem megtalálni, még keresni sem nagyon tanácsos, de már nem teljesen lehetetlen olyan dimenzióit is érzékelni a világnak, amelyeket előtte nagy valószínűséggel senkinek nem nagyon lett volna mersze még keresni sem a, a Kinizsi Kollégium, ugye frissen épül, ugye akkor adják át, akkor a, a régi elagott kollégiumokhoz képest ez egy csodálatos eh, létesítmény volt, ahol, eh, ahol eh, szinte azonnal eh, nem, nem mindjárt életem a klubvezető, de, de, de viszonylag hamar meghatározó szerepen volt, és azért szóval így visszagondolva, hogy mondjuk meghívjuk Nagy Lászlót és Latinovicsot együtt egy estre, vagy meghívjuk az akkor még teljesen ismeretlen csetamást és Bereményit, tehát, szóval talán érzékelhető mindebből, hogy mindezt egy 19-20 éves Gyereknek ott átélni, ez, ez egy hihetetlenül izgalmas világ volt, és, és valójában ezek az elképesztő erejű szellemi örvénylések indították el bennem azt a folyamatot, amelynek, amelynek nyomán végül is az lettem, ami ezt, ezt definiálni. Nem is nagyon próbáltam, nem is nagyon lehetne. Formálisan okleveles közgazda vagyok, aki, aki aztán tudományos fokozatokat is szerzett. <laughs> szerencsém, szerencsém volt, mert a, ahogy már elkezdtem mesélni, a, a, családi kötelékek mindig nagyon erősek voltak körülöttem, és, és és igen, ez sokszor én is úgy némi szorongással, hálát adva a teremtőnek élem át azt, hogy, hogy az, tehát az a közvetlen, a közvetlen legfontosabb elemi szintű emberi szeretet, szeretett zónából szerencsére sosem estem ki. Voltak súlyos megpróbáltatások, tehát azt természetesen mondanom sem kell, hogy és nem is nagyon hiszem, hogy létezik olyan ember, aki, akinek ezeket a szeretett közösségeit ne tette volna, hát vagy ő próbára a szeretett közösséget, vagy a szeretett közösség őt oda-vissza. Tehát voltak nagyon-nagyon súlyos és érzékeny pillanatok, amikor így visszatekintve is, igen, úgy gondolom, hogy, hogy alakulhatott volna nagyon szomorú irányba, akár veszélyes irányba is. Ez leginkább a, Azért a 70-es, 80-as években vált, tényleg tehát fiatalházasként, ugye, a, ahogy jönnek a gyerekek, két gyerekünk van, de már öt unokánk, tehát ugye mi is ketten vagyunk testvérek, nekünk tudom, az öcsém, mert két gyerekünk van nekünk is, de unokánk már öt van, tehát ugye ott valahogy a harmadik nemzedékben már egy kicsit talán visszahoztuk ezt, mert ugye 2,1 gyereket kellene, mert sajnos a gyerekek is meghalhatnak, ezért nem elég kettő ez a demográfiai része, itt ezt be is fejezem. És, és azért voltak, voltak súlyos pillanatok. A 70-es években számos döbbenetes erejű vicc keletkezett. A magyarság azért a, a, vicceink keresztül tudta leginkább a legmélyebb drámáit, a tragédiáit leírni. Ezek egyike volt az, hogy hogy a magyar értelmiség előtt két út van, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. És hát azt, azt valóban nehéz már szavakba önteni, hogy amikor ott egy olyan 15 év alatt 3,9 literről 14,5 literre nőtt 15 év alatt a egy főre eső alkoholfogyasztás Magyarországon, azért azt, azt én fiatal felnőttként éltem át, és ott azért, azért bizony nyilván ez az igen-igen jelentős emelkedés, ami világméretekben is példanélküli, ez azért a Hát igen, szóval aki, 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 nem kifelé emigrált, meg még befelé se nagyon volt érkezése emigrálni, az leginkább így emigrált, hogy Cseresznye Pálinka 56 forint, 70 fillérért körülbelül egy, egy, egy fél liter. Szóval, tehát voltak, voltak, nagyon embert próbáló időszakok, amikor, amikor, akár nagyon kieshettem volna, és ez, az, ez a súlyos egyedüllét tehát valahol a lélekben azért iszonyatos nyomokat hagyott, de, de tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy végül is kegyes volt hozzám a sors, a, a teremtő, mert mindig megadta az esélyét, a lehetőségét annak, hogy bármilyen nehéz helyzetből neki gyűrközve, innen szép győzni, amikor az ember már úgy, hogy mindennek vége, akkor innen szép győzni, és valahogy neki gyűrközve, valahogy mégis visszafordítani, és, és, tényleg csak ezt tudom a gyerekeimnek, most már leginkább az unokáimnak, 15 éves a, a legidősebb mondani, hogy, hogy közhely ugyan, de, de tényleg nincs olyan emberi peremhelyzet, szélsőséges helyzet, ahonnan ne lehetne visszafordulni. Tehát, tehát minden, minden, létező helyzetben a lélek, a lélek valójában végtelen energiákkal rendelkezik, csak legfeljebb nem tud róla. És a teremtő is, ha feladatot ad, akkor egész biztos, hogy a muníciót is oda helyezi a kezünk ügyébe, csak legfeljebb nem vesszük észre. Olyankor, ha a legvégzetesebb helyzetben, akkor már csak odafönt tudunk vele értekezni arról, és ők nyilván szeliden jelezni, hogy de hát édes gyermekem, oda helyeztem a kezed ügyébe, lehetett volna ez talán más, más módon is. Ez, ez, a, ez az a része az egyedüllétnek, amelyik azért minden ember számára a legfontosabb, tehát a közvetlen emberi szeretet kapcsolatok. A magyar értelmiségnek ahhoz a csoportjához tartozom, aki, aki beleártotta magát a politika, a nagy politika világába, tehát 90-ben országgyűlési képviselő, meg államtitkár lettem ott az Antal kormány idején, aztán a következő, 94-től 98-ig akkor csak ellenzéki képviselő voltam, majd az első Orbán kormányban 98-tól, meg csak államtitkát, tehát minden kombinációját kipróbáltam ott 12 év alatt, és azért 12 év, ez nem egy éjszakás kaland volt, hanem egy kicsit több éjszakából, nem akármilyen éjszakákból, mondjuk a taxis blokád alatt például két éjszakát benne a parlamentben töltöttem, ezek is nagyon izgalmas időszakok voltak, de azt hiszem ebben a beszélgetésben nem is a részletek az igazán érdekesek, hanem inkább az annak a belátása, hogy ez a párt, a Schifferrel egyszer beszélgettem is erről, hogy ez a párt, amely önmagának egyébként nagyon frappánsan a lehet más a politika nevet adta, a Schiffer ezt el is ismerte, nyilván azért is oldalgott ki aztán ebből az egész rendszerből, hogy ezt a nevet pontosan azért adták, mert ha valakinek, aztán neki személy szerint, vagy nekik semmiféle illúziójuk nem volt arról, hogy nem lehet más a politika. De kicsit higattabban és kevésbé reményt vesztetten, talán azzal lehetne ezt kiegészíteni, hogy a, Teljesen természetes is, hogy nem lehet más, ugyanazt a rajzolatot ismétli ugyanis, ami az adott társadalom legmélyebb lelki, erkölcsi, szellemi arculatát írja le. Mitől lenne, mitől lehetne más? Hát értelemszerűen a politika csak azt tudja visszatükrözni, azt a, azokat a mintázatokat, ugye a fraktál elmélet, az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb tudományos, vonulata, az, az pontosan azt fogalmazza meg, hogy a létezés, a teremtés tele van önismétlő mintázatokkal. Tehát az, hogy a, mondjuk a korál mészvázának elágazása 400 millió évvel ezelőtt jött létre, az a árvatermű fák ágai, azok mondjuk 100 millió év óta, amióta elágaznak, az emlősök tüdejének az érhálózata az mondjuk 50 millió év óta, de ha ránézünk, abszolút ugyanaz a mintázat. Tehát nem lehet nem észrevenni, hogy 400 millió éve erre korál, mészváz, 100 millió éve a fák ágai, 50 millió éve meg a emlősök tüdejének érhálózata bevált, egyszerűen bevált ez a rajzolat. És az, hogy pontosan ugyanúgy néz ki, ennek az az oka, hogy ez egy sikeres mintázat. Tehát, és a, a természet, a teremtés, az evolúció, kinek-kinek ízlése szerint, az értelemszerűen a járt utat a járatlan elne. Tehát ha egyszer valami bevált, és a legkülönbözőbb helyzetekben bebizonyítja az életre valóságát, akkor miért kellene azon változtatni? Az emberi társadalmak is így vannak vele, hogyha egyszer valami működik, a véleményünk persze ezekről a mintázatokról lehet csapni valóan rossz. Tehát mondhatjuk azt, hogy bár szörnyű, borzalmas, és bizonyos szempontból lehet, hogy igazunk is van, de akkor ugye Kosztolányi nyilván, mikor Karintivel éjszakában nyúló kávéházi beszélgetései viccelődtek, akkor születhetett ez a mondat, hogy, hogy csodálkozol a kokainistán, nem érted. Gondolkodj el az okainistán, és megérted. Tehát, hogy szóval attól, hogy valami foly, hát, ez valami, tehát persze, tehát ez lehet, a megítélő tudat aljasságával minősíthetünk rossznak, tűrhetetlennek, elfogadhatatlannak valamit, de előbb meg kéne érteni, hogy miért alakult ki az a mintázat az elmúlt tíz évben, ha az autóban rádiót hallgatok, akkor az 99%-ban a Bartók Rádió, ahol reggeltől estig klasszikus zene Szóval, őszintén szólva számomra ez dupla haszon, egyrészt ugye megnyugtat autózás közben, amire azért sokszor szükség van, és ráadásul valami olyannal nyugtat meg, ami még ráadásul csodálatos is. Tehát, tehát, dupla, dupla plusz jó, ahogy a Orwell regényében fogalmaznak, és a, így keveredtem valahogy oda, hogy a, a Bartók Rádió Lemezelő című műsorában egy hosszabb beszélgetést készített velem, ahol, ahol azért valahogy ez is belekerült, hogy, hogy, hogy ugye a 98 és 2002 közötti időszakban, amikor az első Orbán kormányban a miniszterelnöki hivatal államtitkára voltam, és hát amikor a parlamenti ülés zajlott, akkor, akkor hát nekem mindenképpen készenlétben kellett ott állnom. Megtettem volna azt is, és talán illet is volna megtenni, hogy beülök az ülésterembe. Nem voltam akkor képviselő, de mivel államtitkár voltam, miniszterelnök hivatal államtitkára, ezért értelemszerűen az ülésterembe nyugodtan ott lehettem volna. De én inkább azt a megoldást választottam, hogy egy ilyen zárt televízió láncon közvetlenül lehetett követni természetesen, a, a, és hát néhány munkatársam viszont valóban fizikailag is ott volt. tehát a, az a feladatom, hogy ha bármi történik, akkor egyrészt a miniszterelnökkel felvegyem a kapcsolatot, illetve hogy akkor ott bármilyen teendő adódik, akkor azt ottan véghez vigyem. Erre így is képes voltam, hogy a miniszterelnöki hivatalban, ami ugye 200 méterre van ott a parlamenttől, az irodámban ülve tegyek ennek eleget, és hát ezt pirulva vallottam be akkor is, meg most is egy kicsit, hogy ugye hát hallgatnom természetesen kellett volna, tehát látni láttam, de hallgatnom is, hogy éppen ott mi zajlik, hogy azért up to date legyek mindebben, azonban sutyomban én egyre inkább valami mással foglalatoskodtam, Minek az a története, hogy ez, ez már persze 2001-2002, hogy 2000-ben, amikor az egész világ parázott attól, hogy ez szét fogja robbantani, vagy lerombolja az egész világ informatikai rendszert, mert nem tudnak átállni a 2000-re, mint kiderült vaklármának bizonyult, hál' Istennek, de nem lehetett kitérni előre, és így a magyar kormány is kénytelen volt létrehozni egy olyan titkárságot a miniszterelnöki hivatalban, ahol ehhez értő emberek ezzel foglalkoztak. Ahogy kiderült, hogy vaklárma, akkor értelemszerűen a titkárságot felszámolták, és valami rejtélyes ok miatt, ez sem fog sose kiderülni, rengeteg dolog van az ember életében, ami, amire örök titokként marad. Ennek a titkárságnak valami elképesztő, hát legalábbis az adott korhoz viszonyítva valami elképesztő minőségű, óriási hifi berendezése volt, és amikor először ezen keresztül meghallgattam egyik legkedvesebb, hát azért van egy tucatnyi olyan zene, ami, ami talán a legközelebb áll a szívemhez, ez Mozart egyik zongora versenye, ez a 466-os köhül jegyzékű, vagy 21-es számú a zongora verseny, démo a zongora, zongora verseny. Nem tudok kétségtelen, hát borzongás nélkül belehallgatni egyetlen részletébe se, akkor azokhoz az estékhez érdekes módon valahogy mindig őszi esték jelennek meg előttem. Noha ez azért nem csak ősszel fordult elő, és az ilyen sötét, ködös novemberi estéken Mozartot hallgatni, miközben az lenne a dolgom, hogy hogy abszolút közvetlen figyelem, kísértem azért közvetlen figyelemmel a, a parlamentben lezajló folyamatokat is. Hát ez egy, ez ilyen, azt hiszem, ilyen gyerekes vallomás, ez azt jelzi, hogy a, hogy a, lélek a, a politika világa Hihetetlenül embertelen világ, nem is nagyon kívánnék erről többet mondani. Nem bántam meg, hogy benne voltam 12 évig, mert rendkívül tanulságos volt. Szinte minden kudarc, amit, amit én ott, tehát ahhoz képest, amit szerettem volna ott végezni, abból semmi, semmi nem sikerült. De, de azért nem bánom, mert, mert elképesztően tanulságos volt. Tehát az emberi világ legbelsejéről, az emberi lélek rejtelmeiről, a, az ember nevű élőlény kettős szerkezetű szerkezetéről, állati mi voltáról, és az Isten képmása ember, Lást Kenta úr, amivel kezdtük a beszélgetést, Hát azért nagyon sokat lehetett ott tanulni, és, és azt hiszem, tanultam is. Amit azóta teszek, tehát ez a, ez a ilyen egyszemélyes vándor tévé, amit az előbb említettem, hogy járom az országot és mesélek, és, és persze meghallgatom azokat a történeteket, amelyeket a, az ott élők. Elmesélnek, ez, ez, ehhez azok, a, azok az élmények és az a mély tanulás, ami abban a 12 évben megnyílt számomra, azok, azok nélkülözhetetlenek. Én mindig is úgy éreztem, hogy, és ezt a. Most hirtelen az ötlött az szembe, hogy Ugye kisgyerekkorom alapélménye, ezt említettem, hogy a nagy összetartó család, a, a karácsony, a húsvét és a disznőlés, ami összehozza a családot. És a disznőlés követően a nagymama tulajdonképpen mindent elajándékozott. Tehát elosztogató, kóstoló, tehát a családnak, a rokonságnak, a szomszédságnak, stb. Tehát olyan különös volt az egész, hogy végül is mindent elosztogatott. De Mindenki más is így viselkedett, és valójában a, az a család is rengeteg, tehát maga a nagymama is közvetlenül, meg a család is, visszakapta ezt. Tehát bizonyos értelemben ajándékcsere, tehát egy komplex ajándékcsere, ként működött, amit egyébként például Polányi Károly, mások, Fernand Brodel, ilyen humán antropológiai mély jellemzésekkel szintén leírt, hogy a legősibb társadalmak az ajándékcsere intézményére épültek. Hogyha ezt kibővítjük, és ez a legalapvetőbb gyermekkori élményem, érzelmi élmény, és aztán hát értelemszerűen felnőttként, társadalom elemzőként, valamivel tudatosabban megfogalmazva ennek a lényegét, úgy látom, hogy ez a legősibb szemléletmódja az embernek, hogy minden ajándék. Tehát valójában minden a teremtés ajándéka, és hogyha a saját tehetségünk is tegyük hozzá, és hogyha mindenki merne úgy viselkedni, hogy, és adom tovább. Tehát én kaptam, és természetesen osztom szét mindazt, mert nem az enyém, én is ajándékba kaptam, és ajándékként adom tovább, abban a biztos tudatban, de talán még. Ezt se kell hozzátenni, de azért mi már hozzá tesszük, mert csak így értelmezhető. Szóval van a biztos tudatban, hogy mindenki más is így gondolkodik. Ennek következtében valójában mindig mindenki a teljes biztonság, mindenféle értelemben a teljes biztonság állapotában lehetne az, hogy nem így viselkedünk, mert nem így viselkedünk, annak valószínű valami ősi atavisztikus szorongás lehet az oka, hogy de és mi van akkor, ugye ez az óriás plakát már tíz év óta létezik, hogy mert hülye azért nem vagyok zseniálisan kifejezi ennek a lényegét, hogy, hogy, hát úgy általában én nagyon kedves, becsületes, önzetlen, segítőkész, mindent ajándéként odaadó ember vagyok, de konkrétan, ha, 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 még csak az kéne, hát az balek meg lúzer, nem leszek. Tehát, és ennek a mélyén nyilván valami, valami hihetetlenül, ez, a, ez, az emberi létezés egyik legfájdalmasabb mozzanata, valami görcs van, tehát valami görcsös félelem, szorongás attól, hogy, hogy, hogy ja, Istenem, de mi van akkor, akkor, ha csak én vagyok jó. Nem véletlen, hogy az emberek nagy részét megkérdezzük, akkor azt mondják, hogy hogy az emberek rosszak, társadalom rossz. Hát és ez nyilván abban a szemlélt mondja, hogy de én jó vagyok. Na most ez egy furcsa ellentmondás, mert ha mindenki azt mondja, hogy minden ember rossz, de én jó vagyok, is és, és persze hát szívesen lennék én, és akkor rájön, hogy én is rossz vagyok természetesen, és nem is lehet másféleképpen. Ez megint a mintázatok kérdése. Tehát kétségtelen kialakult egy, egy, egy olyan, a történet nagyon messzire vezetne, az majd talán egy másik beszélgetés témája lesz, de az ember természetes létmódja azért oda. Tehát ez a gift economy, újra fogalmazása annak a legősibb elvnek, hogy tekints mindent ajándéknak. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye a hindú, a hindú ős logika, ez a kb. 5000 éves öt intelem, a Pancasila, az először két negatív érzelemről szól, azt mondja, hogy ne legyen benned félelem, szorongás, aggodalom. Tehát erre hívja fel a figyelmet. Ne, ne legyen, engedd el ezeket a görcsöket, hogy a ja, Istenem, mi lesz velem, ha nem teszek mindent a magam ami most éppen elérhető, ami pont az ellentét ennek a gift ekonominak. Tehát ne legyen benne szorongás, félelem, aggodalom. A második, ne legyen benne haragdű indulat. Ez a két nagy vonulata a negatív szellemi energiáknak is. Ráadásul a kettő nagyon szerencsétlenül tud összekapcsolódni, mert hogyha állandóan tele vagy félelemmel, aggodalommal, akkor hajlamos vagy agresszívan viselkedni, harag indulat, és olyat is elkövetni, amit egyébként nem tennél, de miután elkövetted, na utána már lesz okod a, a félelemre és aggodalomra is, tehát öngerjesztő örvénylésé válik. Tehát az első az, hogy, hogy tisztulj meg, tehát csillapítsd le ezeket a negatív energiákat, mert ha a negatív energiák töltenek el, aggodalom, félelem, szorongás, haragdű indulat, akkor nem tudsz helyesen ítélni, ha nem tudsz helyesen ítélni, nem tudsz helyesen dönteni, és ha nem tudsz helyesen dönteni, nem tudsz helyesen cselekedni. És ha nem cselekszel helyesen, akkor sajnos az emberi lét a káosz felé, a teljes felé vezető úton halad, vagy lejtőn halad lefelé. A második, ami a középső, ugye az ötben, hogy munkálkodj örömmel. Tehát szeresd azt a létmunkát, tehát nincs annál csodálatosabb. A munka nem nyűg, teher, lélekölő szörnyűség, hanem éppen ellenkezőleg a legcsodálatosabb dolog, ami történhet. Akármennyire is reménytelennek látom sokszor az emberi létezés jelenlegi helyzetét, de, de valahogy nem tudok, nem reménykedő. Lenni. Tehát újra és újra azt élem át, hogy amikor, amikor a legkülönbözőbb kis emberi szeretett közösségekben valóban kinyílnak azok a rejtett terek, amelyek az emberi lélekben, minden teremtett emberi lélekben ott vannak, akkor valami olyan leírhatatlan csoda tud kiáramlani és szétáradni, ami, amiről egyszerűen nem, nem tudja, tehát a lélek nem, nem, tudja, nem, tudja, azt, azt elhinni, hogy ez elveszhet.